Mély tisztelettel köszöntök mindenkit, Forrai Ildikó vagyok, és önök a Magnet Házban a PEN napon vannak, és akik ezt az előadást látják, legalább tudják, hogy minek a keretében a PEN nap, az a pozitív emberek napja. Erre van egy újság is, mert a rengeteg negatív hír áradatban, ami az újságokban és a médiából árad felénk, annak hála Istennek Márkus Tibornak az volt a lelki elképzelése, hogy ő szeretne egy olyan dolgot létrehozni, abban nem negatív hírek vannak, hanem pozitív hírek, vagy bármi olyasmi dolgot hoznak le benne, ami mindenkinek hasznos. Úgyhogy ennek a keretében van minden évben egyszer egy PEN nap, és ez most itt van. A mai előadásunk, engem Forrai Ildikónak hívnak egyébként, és a Lélek TV-nek a stábja veszi fel ezt az anyagot. Az volt az előadásnak a címe, hogy alkalmazkodás. Ezt ilyen hangsúlyan mindenki ismeri, és azt mondja, hogy alkalmazkodás. Hát úgy már nem biztos, hogy mindenki meri. Alkalmazkodjunk vagy ne? Hát ez az alkalmazkodás az egy sarkalatos pontja mindenkinek, mert rögtön természetesen, amikor ezt a dolgot elkezdtem írni, akkor a unokámnak a polcán találtam egy könyvet, ami latin szólások, közmondások vannak benne, amit régen még, akik tanultak latint, azok még használták, vagy nagyon sok mondatot magyarul használunk most is az életünkben, és abban ugye rögtön az első mondattal kinyitottam a könyvet, hát miért ne, hogy Rómában élj úgy, mint a rómaiak. És ez nagyon lényeges dolog, hiszen rengeteg ember megy el dolgozni, vagy kirándulni, vagy akárhova külföldre, vagy megy vendégségbe, vagy bárhova, tehát ahova mész, ott élj úgy, ahova mentél. És ott ne legyenek egyéni véleményeid, hogy te másképp gondolod a világot. A környezethez bizonyos fokig mindig mindenkinek kell alkalmazkodnia, mert ezt hívják ilyen szocializálódásnak, a kiskutyák, meg a macskák, meg a nem tudom, még pontosan tudják a szabályt, hogy mikor kell hagyja dobni magát, és hagyni, hogy ő megmutassa mindenkinek, hogy ő a gyengébb. Mi nem egészen pont így csináljuk, de mindenképpen fontos, hogy tudjuk, hogy hol muszáj, és hol ne alkalmazkodjunk. Az első, amit ugye említettem az előbb, hogy mennyien kezdenek el azért dohányozni kamaszkorukban, mert ez olyan nagynak tűnik, meg a haverja is csinálta, meg az osztálynak a réme is ezt mutatja a többieknek, és nem meri azt mondani, mert azt hiszi, hogy ő gyenge lesz. És nagyon tetszett nekem most az egyik haverom, az egyik barátnőmnek a fia, 19 éves, és azt mondta, hogy te figyelj, tőlem rágyújthatsz, vagy leihatod magadat, de én vagyok annyira bölcs, hogy én speciál nem szeretném. Nagyon jól hangzik, nem? Még felnőttebb vagyok, mert én már kimerek állni magamért. Alkalmazkodni kell a családban, az országban, és bármilyen közösségben és a párkapcsolatban. Ez a négy terület van, ahol mindenki, és a bármilyen közösség az összes többit lefedi, ami nem az országod, meg nem a családod, és nem a párkapcsolatod. A család, hogy kezdjük ezzel, esküvő után összeházasodnak, Líra, imádom, nő oda költözik a fiúhoz, és 10 perc alatt azt mondja, ezt a szart itt akarod hagyni, úristen, milyen borzalmas ez a függöny, te jó szagú ég, és 10 perc alatt kiszórja az egész életét a fiúnak, átöltözteti, átrendezi, betölti, és aztán a fiúnak marad az egész életében a fél ágy, és a fürdőszobában egy ekkora polc, amire elfér a borotva habja meg a tükre. Miközben ő eddig leszórhatta a büdös zoknyát, ahova akarta, stb. Na most, hogy a bűnözoknyát szanaszét szórja, azt mondjuk azon lehet egy kicsit változtatni, vagy úgy össze lehet igazítani, de sose jusson eszébe senkinek, és ha valakinek van lánya, rokona, barátnője, gyereke, akkor így menjen bele a házasságba. Nagyon nehézkes dolog, hogy most azt mondják, hogy nincs lakásunk, ezért összeköltözünk valakinek a szüleivel. Mondjuk a lány megy a fiúnak a szüleihez. Kétféle dolog történik, az egyik egy azonnal egy kiállhatatlan boszorkányá válik ugye az eddig szeretett anyuka. Elszerették a szerelmetárgyát, mert a kicsi drága, imádott kisfiamat ez a piszok ugyanúgy akarja szeretni. Nem fogja tudni jól ellátni, hát hihetetlen. Hát főzni nem tud, miközben mesterszakás a feleség, csak speciál nem nokedlivel főzi a paprikás krumplit. És tiszta dráma, és egy olyan dologba él benne, amitől szörnyen érzi magát. Ugyanebben a szituációban a menny megy oda. A másik variáció, amikor a mama teszi teljesen lehetetlen, és semmi nem jó, de semmi, hogy miért így öltözik, miért olyan a haja, miért így csinálja, hogy mer elmenni a barátnővel dumálni, és mindent mond, és ha eléggé félt a fiú a mamájától, akkor egy idő után rá fog jönni, hogy egy hülyét vette a feleségül, és azt mondja az anyának, hogy igen, igazad van, és ott fogja hagyni a feleségét. Szétbombázza az édes drága házasságot a drága szeretett anyuka. Olyan család még nem született, hiába fogtok most ellent mondani, egyen-ketten, nem sokan, talán hárman vannak a teremben, akik ezt másképp látják, olyan család még nem született, ahol a menny és az anyós harmóniában tud együtt élni. Csak olyan áron, hogy az egyik föladja a lelkét. A Pécsi Ildikónak volt a
ugye a híres menye, aki nagyon jó viszonyban volt a Ildikó speciál, mindenkinek mondta, hogy mennyire szeret, és milyen fantasztikus. Mi történt a lánya? Teljes depresszióval a kórházba került, és teljesen szétesett, mert csak akkor, hogyha a teljes személyiségét megszünteti. Erre van tudományos bizonyíték. A Masaru Emoto-nak a könyveiről kihallott, vagy kilátott ilyet. Sokan. Ez egy vízkutató mérnök, lefényképezte a víz hatását, nem a gondolatok, vagy a külsőnek, a külvilágnak a hatását a víz szerkezetére, és többek között azt is csinálta, hogy ilyen családi kapcsolat, hogy apa, lánya, gyerek, szülő, tehát ilyen szó összetételeket rakott rá a vízre, és megnézte, hogy hogy lesz belőle gyönyörű hasszögű kristály, és az egyetlen, a menny és az anyós fölragasztott szövegétől ugyanúgy szétesett, mint a mikrótól, vagy a telefontól. Tehát fizikailag két olyan energia van egy légtérbe, amire azt mondja a magyar, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába. Fölösleges. Jó? Na most írja nekem az egyik ilyen internetes honlapon, amit remélem, hogy majd a Lélek TV-n is lesz minél hamarabb, de úgy várom. Kérdezte valaki tőlem, hogy milyen hülye az anyósa, hogy valami szörnyű, hogy szanaszét hagyja, hogy nem oda rakja a konyhába, amit logikus, hogy így meg úgy, már magáról írja a nő, hogy egy picit rendmániás vagyok. Ha valaki magáról kijelent, hogy picit, az valószínűleg elviselhetetlen mindenki másnak, és írtam neki, hogy ne haragudj, de te költöztél oda, ez az ő lakása, és amikor te költözöl oda bármikor vendégségbe, rokonként, nyaralásként, bármit, akkor tessék tudomásul venni, hogy az a főnök, aki ott diktálja az iramot. Az apukád, anyukád is, mert miért van minden családban egy ilyen lemez, addig, amíg ez fönnáll, hogy amíg az én kenyeremet eszed. Pont ezért, mert ő, neki kockás szemüvege van, és ő nem bírja másképp látni az életet. Változtathatna, de mindenképpen kell egy olyan territórium, ahol ő benne van, és ő ott jól érzi magát, és hogy neki kell lenni ott az úrnak. Tehát én mondom meg, hogy a kedves vendég most papucsba jöjjön be, vagy papucs nélkül, meg minden egyéb. Mennyi éven keresztül egyfolytában hisztériáztam ott, hogy én nem szeretem levenni a cipőmet, mert igen, valahogy idegesít, hogy miért kell állandóan átöltözködni. A férjemnek meg három papucsa van, ami kimegy a lakásból, aztán a garázsból, aztán a kertbe, és utána még egy bizonyos helyen a konyhakertben még egy újabb papucsot vesz föl. Mire még mondtam, hogy viszont rengeteg állatunk van, de a kutyáknak meg a macskáknak nincs papucsa, tehát addig, amíg nekik nincs, addig nekem se lesz. Erre beköltöztem most egy lakásba, ahol padlószőnyeg van mindenhol. Na most menj oda be sáros lábbal, hát én muszáj levetnem. De most alkalmazkodtam a helyzethez. Azt mondja, hogy soha ne költözöm, mondom ilyenkor össze, áll az a mondás, hogy egy főnök van, és az a... hogyha a vőbe egy anyós például elkezd beleszeretni, mert erre is volt már nem egy precedens is példa, mert ugye, hogy nézd meg a lányát, vagy nézd meg az anyját, és vedd el a lányát, de fordítva is, hogy megismerkedett egy nagy jó pofa, hogy hú, ez még jobb, ez érettel, de már le lehet feküdni, itt már nincsenek problémák, és utána szétbombázódik egy ilyen házasság. Erre is volt már egy-két ilyen példa a világtörténelemben. Vagy őt kezdik el utálni, tehát ezt az új tyúkot, aki oda bejött, vagy pedig mindenképpen szét akarja szedni ezt a kapcsolatot, és akkor már titokban ugye lehet összejönni ezzel a kedves fiúval is. Még egy nagyon lényeges dolog, hogy bármi ilyen pár kapcsolatban összezördülés, dührohamot kapva örjönve kirohan a férj vagy a feleség a lakásból, olyan dühös, hogy meg tudná folytani a párját, de nem teszi, és ezért kint örjön, és akkor lendületből elrohan valahova, hogy ezt elmesélje. Hát hova szokott elmenni valaki? Mondjuk valaki az anyukájához, vagy a rokonaihoz, vagy a nővérehez, vagy bárkihez, és elmondja, hogy ez a szemét, és ez ilyen is, olyan is meg tudnám folytani. Igaz, úgyis utálta a nővér. Igazad van. Én mondtam neked, ugye én mondtam? És ezt elkezd így mondani, miközben a fiú hazamegy, kibékülnek, nagy szerelem, legközelebb azt mondja, ezzel a rohadékkal te képes vagy ilyen kedves lenni? Ne mondd el. Ne mondd el. Mondd el egy olyan barátnak, aki sose látta a családodat, akinek azt mondasz, amit akarsz, mert neked el fogja hinni, vagy menjél ki az erdőbe, az is nagyon jó módszer, mert ott a fák között nagyon jól föl lehet töltődni, és azon kívül kívültözheti magát. Amióta a mobiltelefon van, még hülyének se fogják nézni, amíg is jönnek a turisták, mert ugye hány embert látsz így magyarázni, azt nem tudod, hogy a fülébe ott a dugó. És ez az egyik, a másik úgy sincs bolondok háza, tehát veszélyben nem lesz, úgy az illet, úgyhogy nyugodtan. Így milyen jól elmondtam. Azt mondja, hogy a harmadik, ami ez az elbeszélés, ez egyébként az életet mentő dolog, mert hogyha tovább tudod mondani az éppen aktuális égető fájdalmadat, megelőzöl betegségeket. Ez nagyon fontos, meg tud osztani valamivel, vagy valakivel. Nagyon jó módszer elmondani a kutyádnak, macskádnak.
kitűnő, így fog rád nézni, és egyetért veled. Tényleg, én már tudom. És azon kívül érdemes venni egy nagyon jól elzárható naplót, és annak a tetejére írd rá, hogy csak kiereztem a gőzt. És ott mindent írhatsz, te mindent. Hogyha tudja az univerzum, hogy ezt nem gondolod így komolyan, hogy visszajön a bumeránk hozzád. Ha egy óra vagy két-három nap múlva rájössz, akkor már át tudod írni, és lehet, hogy rájössz, hogy nem is volt igazad, meg az a történet nem is úgy volt, vagy te félreértettél valamit. Emlékszem, hogy valaki tisztára belebolondult abba, hogy a férje mit mondott, mire vette a fáradtságot, fölhívta délután, hogy azt mondja, mi van, mit értettél félre? Nagyon hasonló volt a két szó, de nagyon ellentétes tartalmú. Úristen, te az egész napodat ezzel töltötted, hogy ilyen hülyeséget mondtam neked. Hát anyám, hát már reggel fölhívhattál volna, hogy nem vagyok normális, én meg elmondtam volna, nem is ezt mondtam. Tehát ilyeneket. Azt mondja, hogy ország. Ha valaki fogja magát és elmegy egy másik országba, akkor nem ő utazik el, hanem Gipsz Jakab, magyar állampolgár megy egy külföldi országba. Ott úgy kell viselkedni, nem szabad leszólni az országot, se az ételét, se a szokásait, se a házait, se az utcáit, se az embereket, senkit. Mert képviseled az országot, akár elhiszed, akár nem. És milyen sokszor mondták azt, hogy az ilyen nemzet, ilyen ordibálnak és hisztériáznak is őrjöngenek, a magyarokkal, én is tudom elmondani az oroszokat is, meg a németeket is. És egyszer ott ragadt egy valami, hogy a németek nem tudnak viselkedni, miközben csak egyetemista csoportokban vannak ilyenek, és anyukájuk elfelejtette nekik megmondani, hogy ez nem fontos. És az Uber áll lesz, az egy kicsit másik generációnak volt ez a szövege, de most se fontos. Még egy nagyon fontos dolog, amit mindig elkezdtem röhögni, hogy ne bécsi szeretett rendelj Kenyába, meg Egyiptomba se. Ha nem akarod megkóstolni, ne menj oda. De ott lehet, hogy csupaszra lekapargatott majom szeletet fognak neked föltállni, úgy néz ki, mint a kisunokádat sütötték volna meg, mert rémisztő volt számomra, de őt neki tök természetes. És ugyanennyire borzalmas lehet, hogy te fogod magadat és bifszteket rendelsz mondjuk Indiába. Tehát neki a legnagyobb bunkóság. Emlékszem, hogy kihallotta már jó régi, 70-es években halt meg valószínűleg, Lombu Katónak a nevét. Már még igen? Nagyon kevesen már, mert hogy ugye már régen meghalt. Én még az unokáját tanítottam, és 20-valahány nyelv, 24 nyelvből szinkrontolmácsolást tudott vállalni. Egyszerre csak 8 nyelvet, többet nem bírt fizikailag. És ez ugye rengeteg utazott már annak idején is, amikor nem lehetett. És emlékszem, hogy minden könyvét elolvastam, és egy könyvben le volt írva ez a mondat, hogy mi azon csodálkozunk, hogy a kínaiak nem használnak zsebkendőt, ők meg azon, hogy mi mit gyűjtögetünk benne. És hát én gondoltam, hogy ilyen zsebkendőjük van a kínaiaknak, de kiderült, hogy akkor, amikor még sose láttuk, náluk már volt papír zsebkendő. És el nem tudta kézzel, azt miért csomagolja össze valaki és vágja zsebre. Mi meg még mindig zsebre vágjuk időnként, hogy spóroljunk, mert megszoktuk a textil zsebkendőt, náluk meg sose volt ilyen. És ez is nagyon érdekes, hogy valaki fogja magát és elmegy kempingezni, elviszi az egész háztartását, hogy minden pont olyan legyen, mint otthon. De akkor meg minek megy el? Hát akkor menjen ki a ligetbe, szívjon friss levegőt, aztán menjen haza, otthon van a bécsi szelet, meg a mikrosütője is, de nem kell elvinni az egész lakást, vagy az egész otthont, vagy az egész megszokásainkat, mert az alkalmazkodás egy más körülményhez életben tartó képesség kellene, hogy legyen mindenkinek. Udvariasság, kívánság, kíváncsiság, megértés és egyszerűség. Tehát ezt az öt dolgot, ha betartod, akkor bárhol, bármikor jól tudod érezni magad. Ha bármilyen környezetbe eljutsz, akkor nézd meg azt az öt dolgot, aminélkül nem tudsz létezni. Hát abban benne van az ital, ugye egy víz, benne van az étel, és valahol aludni kell, a többi már luxus. És ettől, ezen az ötön kívül még mennyi rengeteg dolgot gyűjtögetünk be ahhoz, hogy az embernek úgy otthonosan érezze saját magát. Azt mondja, hogy soha ne mondd sehol, semmilyen országban, hogy mi ezt így szoktuk. Ha megkérdezik. De ne fényezd, hogy de bezzeg nálunk. Borzalmas. Micsoda hülyeség. Hogy lehet ilyen marhaságba hinni, rémes, de borzalmas. Tehát ez még véletlenül se. És óvatosan dicsekedj azzal, hogy nálatok mi van. Van egy unokám, 15 éves, és nagyon jó módúak a szülei, és kérdezték tőle a nagymama, az különösen ilyen MOL-nak a vezérigazgatója volt a papa, és hát hihetetlen mennyiségű fizetésük volt, ezt most ki sem merem mondani, mert ne érezze magát egy-két ember rosszul, pedig nem volt, tehát, hogy mondjam, nála még voltak még vezérigazgatók is, képzeltek, azon még egy dupláját keresték, és mindenféle luxus helyekre elvitték az unokát.
Mit szóltak hozzá a gyerekek, amikor szeptemberbe bementél? Azt mondta az unokám, hogy csak nem gondolod, hogy ezt megmondtam valakinek, amikor az egyiknek az is probléma, hogy le tudjon utazni a nagymamához. Hát kit érdekel ez? És amikor én elvittem őt Görögországba, de busszal, és ahhoz, hogy aludni tudjon, az ülések között így végigraktam egy ilyen hungarocelt, és azon úgy végigaludt a gyerek. A földön az én unokám, azt a nagymama lazítsd el magadat, ez volt a legjobb utazásom eddig. Mert olyan dolgokat élt át, amit eddig soha senki nem engedett, mert beszíjazva egy autó hátsó ülésen luxus szállodában lakva. Hát mi a frász lehet ott megtanulni? Tehát nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolgot láttam. Az On the Spot két fiatal tündéri riporter, egy András és egy Eszter nevezetű lány járják a világot, zseniálisak ketten. És egy nagyon szomorú riportot láttam. Az egyik, ami nagyon érdekes volt, hogy bárhova elmennek, Eszter a világon mindent megkóstol. Azért mentem, hogy tudjam, hogy ott mi van. Az András azért már óvatosabban. Azt mondta, hogy egyet nem tudta megenni, amikor a legnagyobb megtiszteltetés volt, hogy a leölt marhának a szemét így nyersen itt szeretettel odaadták, és azt le kellett volna nyelje. Azt mondta, hogy azt nem bírta rávenni saját magát, pedig akkor a megtiszteltetés, azt mondta, viszont hallatlanul köszönte, hogy ő vele ennyire, és tényleg is, ő teljesen érti. Ő ezt még nem próbált, és ezért, ha nem haragszanak, akkor most kicsit csodálkoztak. De a másik, ami nagyon drámai volt, hogy elmentek egy őserdőbe egy frissen föltezedett törzshöz, és vitték a laptopot, a mobiltelefont, az acskós leveseket egy olyan helyre, ahol maniókát esznek, de mindig. És azt mondta ott az egyik nyilatkozó, hogy nagyon szomorú vagyok, mert egy csomó olyan dolgot elhoztak hozzánk, amire én most vágyom, és ami nélkül eddig boldog voltam. Jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos és óvatos dolog. Szabadság. Szintén az alkalmazkodásnak nagyon lényege. Az mi szabadságunk ott ér véget, ahol a másik embernek a szabadsága kezdődik. Képzeld magad elé, hogy őrjöngve zajong, mobiltelefon, nem tudom, micsoda üvöltözve beszélget a telefonon, miközben a másik annyira szeretne egy kis csöndet. Nem játszásból benne, van benne a magyar nyelvünkben, hogy zaj ártalom. Mindenféle szempontból árt a zaj. Abból soha senkinek nem lett baja, hogy véletlenül csönd van. Tehát amióta vannak ezek a füldugók, én csak azt tanácsolom mindenkinek, ha rá tudja venni az összes rokonát, hogy ne két füldugót használjon, mert átrendezi a gondolatait, ha már mindenképpen akarja a nyelvet tanulni, vagy bármit, mert ugye nem ezt szokták elsősorban, inkább zenét, akkor csak az egyik fülébe legyen, hogyha valamikor meg akar olyan vicces, hogy meg akarok valamit kérdezni, hogy meg kell lökdössem, bocsánat, igen, mit akart mondani, és kikapja a két füléből a dugót, hát elég lenne az egyik, mert akkor legalább a világot, ami körülötte van, az se menne el mellette. És a másik például, hogy szerelmi életet él, nyalják, faják egymást, imádja, tegye. Hála Istennek a majdnem 70 éves korom se jelenti nálam azt, hogy én foly, undorító, és amennyit én sose, dehogy nem, én is csináltam. Mi az, hogy? De nem az utcán. Mert egy olyan szituációt láttam, hogy valakik össze-vissza nyalták, fajták egymást, miközben a nő ott ült ilyen hihetetlen szomorú arccal, akkor jött haza a temetőből, ahol eltemette a párját. Ne vidd ki a család életedet és a szokásaidat és a nem tudom mit a buszra, meg az utcára, mert nem tartozik oda. Imádom a hagymát, tényleg imádom a hagymát. Milyen kellemetlen dolog, hogy főszel egy hagymás kajával valahova, hogy bemegy egy társaságba és ő eszi hagymát. Én óvodába tanítottam, ha megéreztem a hagyma szagát, imádom, de annyira büdös, minden büdös étel nagyon finom, de szagban elfogadni másnak nagyon kellemetlen. Tehát amikor megéreztem az óvodába a hagymaszagot, nem is föl a temerembe mentem, egyenesen a konyhába, zsíros kenyér hagymával, azt megettem, és akkor már nem éreztem. Mondták, hogy a hagymás szardinia azt még fokozni lehet, az egyes sajátságos. Azt mondja, hogy ha vendégségbe mész, ne hagyd, hogy a gyereked szétszedje a berendezést. Lehet, hogy otthon te megengeded, hogy kalapáccsal veri a stílbutort, de nem biztos, hogy a barátod örül neki, és ne háborodjon föl senki, amikor a barátnője rá fog szólni a gyerekére, sőt, mondja meg a barátnőnek, hogy figyelj, a te szabályaid itt, a te szabályod, a te lakásod, szólj rá! Mindent mondhatsz neki. Én meg így is szeretlek, mert azért jöttünk ide. Nem biztos, hogy el kellett volna vinni a gyereket, de lehet, hogy az is jó, hogy a gyerek rájön, hogy máshol mást kell csinálni. Az én unokám, a lányom szerint csak ide lehet tenni a párnát, amikor este mesélünk. Oda kell tenni azt a nemtüst, ilyen nagyon szabályos. Én meg egyáltalán nem úgy, az én hajamat nem lehet tépkedni, mert nem annyi rengeteg van, a lányomnak meg ennyi. És akkor mondtam neki, hogy Nyuszika, nekem az ujjamat lehet megfogni, és mi odafekszünk, mi úgy csináljuk, mi azt csináljuk, és a másikat simán szó szerint azt csinálja, amit a másik vár el. És a harmadik ember, aki vele van, azt meg úgy csinálja, hogy ő gondolja. Nem is jut eszébe, hogy nem. Egyszer kell neki elmondani, attól kezdve alkalmazkodik. A lányom szerint csak úgy lehet. Azt mondja, hogy anya, majd ha te mesélsz, majd te úgy csinálod, mondta a 3 éves gyerek.
azt mondja, hogy ne sértődjön soha senki meg, hogyha bármit kérnek tőle, egy olyan dolgot, amit otthon nem szokott, és olyan nevetségesnek tűnik. Én ebben borzasztóan rossz voltam. Tényleg. Én mindentől fölfáborodtam meg egyebek, aztán kiderült, hogy hát az ő lakása, az ő szokásai, hát nem kötelező oda menni, de ha már oda mentem, akkor legszíves tiszteljem őt annyira, hogy ezt betartom. Még van egy nagyon lényeges hely, ahol állandóan vagyunk, és mondhatnám, többet töltünk, mint a párunkkal. Na, az hol van? Yes! Életünknek a 70%-át a munkahelyen töltjük, valahol. Van, aki egyedül dolgozik, de a főnöknek tényleg mindig igaza van. Mindig. Akkor is, ha nincs. Mégpedig azért, mert az a főnök azt a polcot, azt a feladatot ő kapta, és nem mi. Egyszer hallottam egy nagyon jó asztrológus, a Takács Tibor, ő mondta el, hogy neki éttermei voltak, és ki volt írva a bejáratra, hátul, ahol a munkatársak bejöttek, hogy ezt a munkahelyet te választottad, ne engem szígy. Igaza van? Azt mondta, mert ő úgy gondolja, hogy, tehát ő a főnök, neki kell megérni az örömet, a buktát, és ahhoz segítsd hozzá, amit neki át kell élni. Hogy ő azt mondta, hogy a nem tudom micsodát ilyen hosszú csorba rak föl 3 méter magas, és le fog dőlni. Főnök rakja, milyen magasan föl? Igen, igen, szerintem kis helyet foglal, és te pontosan tudod, hogy le fog dőlni. Fölrakod, neki dőlt össze, ennyi. Ha nagyon baráti viszonyban vagy, esetleg megemlítheted, de semmiképpen ne dühöngj azon, hogy ő hülye, mert ilyen, úristen, milyen dolgai vannak, mert saját magadat frusztrálod, és nem segíted hozzá ahhoz, hogy ő egy tapasztalatot megszerezzen saját magának. Társ legyen az ember egy bármilyen kapcsolatban, társas kapcsolat. Azért van, hogy ott azt és úgy csináljunk, amit abban a kapcsolatban mind a kettőnknek jó, de lehetséges, hogy te azon keresztül fogod megtanulni, hogy jaj, de jó, majd ha én leszek főnök, akkor ezt én már másképp csinálom. Tehát fogom tudni, hogy mi az a dolog, ami miatt majd, ha nagyon sok mindent meg lehet tanulni egy rossz főnöktől, egyébként hihetetlen sokat, mert az a negatív példa, és rengeteget segít mindenki másnak. Mi soha ne felejtsük el, mindjárt vége is van, hogy bármit, bármikor mindenkinek abba lehet hagyni. Ez a lehető legnagyobb tévedés, amikor valaki azt mondja, hogy de hát nem tehetem. Mert hát mégiscsak ki kell fizetnem a villanyszámlát, de eddig rosszul és rosszat teremtettél. Hát teremts jól és jobban. Amíg ez az általad nem kedvelt munkahely van, addig ott a lehetőséget, hogy abból kifizesd a villanyszámát, és teremts meg egy olyat. Szoktam munkával kapcsolatban mondani, hogy olyan munkahelyet teremts, amit szeretsz, amit jól csinálsz, amire másnak szüksége van, amit nagyon jól megfizetnek, és a mostani fizetésednek minimum kérd a 2 vagy a 3-szorosát, azért, hogy egy picit távolabbra tedd azt a számot, hogy kezd belátni. Itt van a teremben, de nehogy valaki megmondja, hogy ő mondta. Valakitől kérdeztem, hogy mégis mennyi pénz kellene ahhoz, hogy most az életén tudjon változtatni, és azt mondta, hogy 100 millió forint. Mert hogy annyira kicsi szűk pénzből kell éljen, hogy nem látta, hogy az mennyi. Tehát egy olyan cél tűzött ki, amit a saját fizetésemhez képest tudja, hogy azt nem tudom elérni. Mondtam, hogy egy nagyon luxus helyen, nagyon jó helyen 10 millió forintért lehet akást venni. Tényleg? Hát akkor nem annyira luxus helyen még kevesebbe kerül? Egy picit másképp kell rálátni, és lesz lakása, mert én tudom, hogy ki az élet, és lesz lakása, el tud onnan jönni, csak meg kell tenni azt a kis lépést hozzá. Nagyon kicsi a gondolatunkat kell átrendezni, utána az univerzum ad egy csomó segítséget. Én hallatlan okos vagyok, nem tudom, ezt látjátok, nem? És borzasztóan szerény is vagyok, meg szinte sose tévedek. És egyik alkalommal valami lehetetlen dolgot akartam megoldani, jól kitaláltam az ego, meg az eszem, meg a rengeteg, majd én megszervezem, és ha mindent kiterveztem, azért biztos, ami biztos, húztam rá egy kártyát, egy angyalkártyát, és az volt rajta, hogy drágaságom, te neked elég, ha kitalált, hogy mit szeretnél, a megoldást bízd ránk. Az univerzumban több jó variáció van, mint amennyi befér a mi tudatunkba, vagy a mi látószögünkbe. Azt mondja a másik, hogy bármit abba lehet hagyni, megfontoltam, félelem nélkül, indulat nélkül, sértések, sértegetések, sértődések nélkül, és soha ne úgy menj el valahonnan, hogy na most jól megmondtam neki. Se a pasinak, se a nőnek, se az anyukámnak, se a munkahelyemnek, sose tudhatod, hogy mikor kell arra a helyre visszamenni, vagy mennyire jó, hogyha egy baráti kapcsolatba válsz el tőle. Elköltözni az anyóstól egy turbulyánzó, egyoldalú barátságot. Na ez még egy nagyon drámai dolog, mondja, hogy de hát 10-15-20-30 éve barátok, és most mondjam meg neki, hogy úgy fáraszt. Mondom, mondd meg neki szívem, hogy legyél annyira önző, hogy mondd meg neki, hogy kiszívem. Bármikor találkozom veled, de ha az a téma, hogy elpanaszolod az életedet, akkor azt már nem akarom hallgatni, mert már 4000-szer hallotta végig ezt a lemezt. Ha
dicsekedni akarsz, ha segítséget akarsz kérni, ha meg akarod kérdezni, hogy most ezt egy más látószögből én hogy látom, nagyon szívesen, de csak panaszkodni jössz, akkor szevasz. Azt meg fog sértődni. Mondom, reméljük, minél hamarabb. Azt mondja, hogy és azon kívül haza lehet utazni bármilyen országból, ha tényleg nem bírtad rávenni a gyomradat, hogy sült kukacot egyél. Egyébként nagyon finom, hozzá kell tenni, olyan, mint a csokoládé pont. Vagy a sült szöcske rántva. Szenzációs. Csak a tudatunkban van benne az, hogy nem. Egyébként pont ugyanolyan íze van, mint a csirke szájnak. Én eldöntöttem, hogy ha azt mondom, hogy akkor ugye először elkezd az följönni onnan, de azt mondom, hogy ja, mi lehet ez? Finom, tényleg jó ez. Na mi volt ez szöcske? Tényleg ilyen finom a szöcske, nem is tudtam. Ennyi. Tehát akkor a gondolatunk más hozzá. Azt mondja, hogy vegyél kocsit, ha zavarnak az utitársak a közlekedésben, vagy gyalogolj, nagyon egészséges. De ha mindenképpen vannak mások, akik hú, de mi aztán hibátlanok vagyunk mindenki, de hogyha mások zajong, meg őrjön, meg akármi, kettőt tehetsz, vagy halkan megkéred, vagy szemlélődsz, és becsukod a füledet, nagyon jó belecsukni, ordító buszokat be tudtam, vagy ki tudtam zárni a fülemből, nem tudtam, hogy ez ilyen egyszerűen működik, mindig bekapcsoltam, kikapcsoltam. Jogán, én nem fogok tudni jogázni, ez borzalom, hogy itt van a busz végállomás az ajtó másik oldalán. Szóval rájöttem, hogy nem fogják elvinni őket, nem érdekli, hogy én mikor jogázom, viszont megtanultam becsukni, kinyitni a fülemet, mondom, jaj, elment. Megmozdítottam, nem ment el, ott berregett, akkor indult. És át tudtam lendülni azon a dolgon, hogy én ezt hallom. Tehát nem volt benne a tudatomban, engem nem zavar, még segít is az elmélyülésben. Képzeld, de ott hisztériázva üvöltöznek, vagy hangosan vihognak, és azt mondod, hogy minden külső zaj engem segít az elmélyülésben. Olyan könnyen megtanulod azt a leckét, amit éppen a buszra tűztél ki, mint senki. Nagyon jól működik. És indulat nélkül bámulázd a másokat. Azt mondja, hogy ha jobbnak gondolod magadat, ha jobbnak gondolod, vagy udvariasabbnak, vagy bármiben jobbnak gondolod magadat, csak egy pici részt engedj, hogy hát ha, nehogy már azt mondtad, hogy most kétségbe vagy, mert leesett egy toll, pont jó helyen van ott, és most most fölvetted. Valaki kérdezte, hogy lehet-e ezt csinálni, meg azt csinálni, fölvenni, meg keresztbe rakni, meg nek, tök mindegy. Én kártyavetés közben sem, én egy kártyavető vagyok, ezt nem tudom, hogy mindenki tudja rólam, de parapszichológus amúgy. És soha nem kötöttem meg a másikat. Mert amikor most jön először el, és így bezár mindent, hát csak nem fogom neki azt mondani, hogy nyiss szépen, egy nagy frászta, annyira be van, nem, annyira meg van ijedve, hogy finoman fogalmazom, hogy dehogy is, majd elengedi, hogyha már nem kell, amikor már rájön, hogy nem kell tőlem félni. Azt mondja, nem kell hangosan véleményt mondani soha sehol, se vendégségben, se külföldön, se az anyósnál, se a buszon. Mert ez a te véleményed, és kizárólag a te véleményed, sehol nem mond. Munkahelyről el lehet menni, de ha nem jó, teremts jobbat, addig tanulj abból, amit ott szerinted nem volt jobb, és a másik munkahelyeden csináld másképp. De mindenképpen teremts egy olyat, ami szerinted úgy lenne igazán jó, mert akkor azt fogja behozni neked a sorsod. És el lehet jönni egy párkapcsolatból is. Nagyon drámaian láttam egy olyat, ami hogy rögtön a esküvő után körülbelül egy hónappal már megpofozták a feleséget, de akkor ő még szerette, meg hát, ha majd megváltozik. Hát aki rögtön a nászút után képes pofon csapni a feleségét, az nem valószínű, hogy még később, amikor már alkoholista is lett, meg amikor már egyébként is elege van a világból, és egyébként is a feleségen tölti ki a dühét, akkor már nem fog változni. És amikor már két naponta hülyére verte, de tényleg csontja tört, annyira megverte a feleséget, akkor miért tudott fölállni, és miért tudott elmenni? Mert már annyira nyomta a cipő, hogy már nem azért ment el, mert én mondtam, hanem már rájött, hogy ezt nem lehet így tovább írni, és akkor már kárt okoz a szervezetembe. Akkor is meg tudta oldani a gyerekével együtt, egyszer csak lett neki egy mosókonyhája, aztán be tudta rendezni, aztán azt már, ha elhatározod, a sors mellé teszi. Elég 10%-ot elhatározni. Én mondtam, amikor kártyavetésben valakinek nagy baja van, ha látom benne a hajlandóságot, hogy megértette, hogy miért van baja, és már hajlandó tenni érte, akkor én mellé teszem a 80%-omat, de még nincs ott a 20%, megmondom, hogy merre fele van a szakadék, ha bele akar esni. Komolyan. Volt már olyan, akinek azt mondtam, igen, három mondatom van, hogy be akar esni, megmondtam, hogy ott van a villamos, feküdjön alá. Mindig az alkalmazkodást, a túlélésedet segíti, mert nem tudhatod, hogy mikor fog egy olyan dolgot behozni az életedbe, amit muszáj elviselned, és mondjuk egy ilyen menekült táborban 400 emberekkel egy nem tudom milyen helyen lenned sokáig, és nem tudhatod, földrengés, akármi lehet. Ha már most elhatározod, hogy bármit, akkor mindig egy kicsit jobbat fog neked hozni. Próbálj új utakat, új szokásokat, új életet, új megoldásokat, légy képes az mások elfogadására, de az elengedése is, legyél képes alkalmazkodni bármihez,
hiszen az életed egy játék, csak ha lehet, akkor játsz jól, és játsz új játékokat, ha az kellemesebb, csak soha, sehol ne légy egy másik ember terhére. Nagyon-nagyon örülök nektek, köszönöm szépen a figyelmeteket!